Mély tisztelettel üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb videóban. Eltelt, hát kicsivel több mint egy hét, és gondoltam kijövünk Soroksára, hiszen van változás. Ugye a Bilknek a kiszolgáló vágánya, ami Soroksár állomás, jól emlékszem, 7. vágánya, felett ugye már eltűnt a drót. Legutóbb, mikor március 2-án itt jártam, akkor már egy napja a dízeles kiszolgálással volt megoldva a Bilk, viszont a drót még fenn volt, csak már feszmentes volt. Most azonban már drót sincsen. Nézzétek meg, így fest most a környék. Erre jártam, gondoltam, megmutatom nektek. Hát igen, itt azért jó nagy pusztítás volt. Most ebben a videóban magamat nem fogom mutatni, mert takarom a mikrofont, ugyanis óriási szélzaj van, hiszen orkán jellegű széllökések tapasztalhatóak, de hát nem is én vagyok a lényeg. Egyébként az állomáson belül, a felsőzeték leszedésén kívül olyan sok minden nem történt. Azért lehet látni, hogy zajlanak a földmunkák, hiszen itt még nem volt ilyen szinten nagy a mélyedés. Hát itt azért túrtak, de olyan gigantikus nagy változások nem történtek itt Soroksár állomáson. Annyi, hogy Soroksár állomás Bilk felé menetelében is eltűnt a felsővezeték, nagyjából a felüljáróig, ugye Haraszti irányába. Meg fogjuk mindjárt nézni, elsétálunk arra. Szombat van, tehát ilyenkor jöttem ki egy kicsit nézelődni. Itt láthatjátok a kiszedett sínszálak, váltót, betonaljat, talpfát, mindent találtok ott a kupacban. Ellesünk az állomás másik irányába. Mi történt arra? Hát azért változott. Csak bejebb kellett sétálni, és már jól látható. Ott pedig egy munkagép pihenget. Hát az egy ilyen emelődarú a végén. Nem nagyon láttam még ilyet, de biztosan a felsősöknek a munkafolyamatához szükségeltetett. Itt pedig a peron maradványa, földkupac tulajdonképpen, vagy földkupacok. Ezért mindig egészen elképesztő ezt így látni, és múltkor valaki írta, hogy hát, fejlődik a vasút, ennek se tudok örülni, de itt valaki nagyon félreértette az akkori, meg a mostani videómat, akkor már előre mondom, ne értsétek félre, semmi ilyesmiről szó nincsen. Én örülök annak, hogy fejlődik a vasút, csak nosztalgikus ránézni néha a helyzetre, és visszaemlékezni arra, amikor itt még lefelszálltunk Andrisékkal. Egyébként mindenképpen lájkoljátok a videót, és iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek. Csinálok egy snittet arról a masináról ott. No, a Burmával viszont azon kívül, hogy ide került egy földkupac, ami nem tudom, hogy honnan jött, mert ez nem volt itt mondjuk múltkor, azon kívül továbbra sem történt semmi. És hát valószínűleg egyébként a Burmával majd a végstádiumban annyi fog történni, hogy megkapja a friss bejárati előjelzőt, illetve bejárati főjelzőt, és nagyjából ugyanezt a látványt fogjuk majd látni, hiszen a főjelzők meg az előjelzők kapcsolatában a vágányhoz igazából hozzányúlni nagyon nem kell, persze beleakadtam valami indába. Már nagyon rég már mentem itt végig. Egy időben nem is nagyon lehetett, mert olyan szinten benőtt a dzsindzsa. Nagy Burma kiágazás. Utoljára legjobb tudomásom szerint csak a 2000-es évek elején kerülő útként használta pár tehervonat, illetve nemzetközi vonat. Hát menjünk itt. Megpróbálhatjuk. No, azért megérte bejönni, már a kutyák szarrá ugattak, de bizony itt a Burmánál azért zajlanak munkálatok. Tessék, lássék! Bizony. Itt történt valami, és itt be is van festve, csak nem tudom, ez valami jelölés a munkásoknak, de hogy mit jelöl, azt sajnos nem tudom nektek megmondani. Így
néz ki a történet. Hát ugye innen is eltűnt a felsőzeték, azt hiszem, hogy ez volt ugye az utolsó oszlop, és akkor, aha, és akkor ott volt kifeszítve, jó, most már emlékszem, tehát itt is volt még felettünk felsőzeték ezen a pár száz méteren, tehát ez is eltűnt már, már nincsen. Remélem, hogy azért a szél annyira nem zavar bele a videóba, mert azért ez mondjuk megint csak egy újdonság, amit látunk, hiszen itt nem sétálgattam múltkor, sőt még egyszer sem, amióta megy a felújítás. És hát felújítás, nem is felújítás, konkrét átépítés. Ugye, hogy legalább papíron legyen értelme a Burmának megadni az új bejárati főt és előjelzőt, ezért úgy van a műszaki tartalomban, hogy a Burma vágányának az állomáson belül, illetve itt a kiágazás része, tehát ezen a részen talán fog valami történni, és akkor helyesbítem magam, tehát itt talán a Vecsési, vagy Vecsési útig valami fog vele történni, hiszen úgy volt megírva a műszaki tervben, hogy úristen ezt a szelet, 40 km/h járhatónak kell lenni, illetve be tudjon haladni a vágányon bármi a peronhoz, tehát ezt a lehetőséget úgy fogják kiépíteni, hogy végül is meghagyják a Burmának az utolsó utáni esélyét, hogy valamikor valami majd legyen vele, mármint hogy használva legyen. Jelenleg ugye itt jön be a Burma és érintkezik azzal a vágánnyal, amit ugye még egyetlen egy vágány kapcsolat, Pilkévre, ahol a kiszolgálás zajlik, de onnan tovább igazából nincs. Bár tulajdonképpen, hogyha a Burma most életben lenne, akkor ezen a vágány kapcsolaton keresztül simán el lehetne most menni Fradiig, vagy hogyha meg lenne normálisan a vágány, akkor a másik irányba is simán el lehetne menni a Nagykörösi útig és a Mizsei vonalán haladni, tehát nézzétek meg, pont lehetőség van erre. Kicsit közelebb jöttem, eszméletlen a szél, eszméletlen gyerekek. De hát igen, megvan, direkt meg is néztem, de hát egyértelmű volt. Tehát megvan a lehetőség, hogy akár a Burmáról továbbiakban is el lehet jutni Ferencvárosig. Azért ez egy igazán érdekes dolog, hogy a Wagen kapcsolat úgy alakult ki a Wilk kapcsán, hogy a Burma tulajdonképpen most is életben lehetne, és mind a két oldal, a Nagykörösi útnál is itt is be van kötve, csak sajnos a köztes szakaszon hiányzik egy kis szakaszon a Burma, hiszen voltak valakik, akik jó fejek voltak és elvitték. Tehát az nem hivatalos hiányzás. No, hát egyszerűen olyan szél jött Soroksár állomás irányába, meg egy kis eső, hogy nem tudtam ott felvenni, pedig nagyon fontos dolgot akartam még elmondani nektek. Most remélem itt fel tudom venni az erdőben már nálunk. A kisajátítás. Tehát azért itt nagyon brutál dolgok mennek. Én benne vagyok a Budapest-Belgrádi vasúti lakossági csoportba, és rengeteget olvasok. Például olyanokat, hogy volt, akik megegyeztek a vasúttal, azt mondták, hogy hát nincs mit tenni, akkor tessék, és nyilván ugye van egy kompenzáció ilyenkor, tehát kifizetik az adott illetőnek a úgymond a felmért árat, amit a házára felmérnek, hogy el tudjon költözni valahova, természetesen nem fedél nélkül marad ilyenkor az ember, de hát ugye kell a terület a vasútépítés miatt, és itt rengeteg olyat olvastam, ahol már januárban megegyeztek, és már letenni a hölgy a foglalót a lakásához, az új lakásához, de nem tudja, mert egyszerűen nem jön meg a pénz. Tehát ugye ez a szokásos dolog. Láttam a soroksári, azt hiszem soroksári, igen, soroksári képviselő is ott nyilatkozott, hogy egyeztetett a kivitelezővel, hogy jobb kommunikáció legyen, a lakosok tudják, hogy mi fog következni, hogy hogy alakul a jövőjük, akiket ez érint. Bontják a régi soroksári házakat, kerítésbe vele bontanak, úgy, hogy még esetleg ott laknak. Dunavarsányban például a múzeumot, amit 2-3 évvel ezelőtt újítottak fel, bontják, illetve lehet, hogy már le is bontották, most nem tudom, hogy milyen stádiumban tart a dolog. Tehát a lényeg igazából az, hogy azért eléggé szomorú dolgok is vannak, és azt gondolom, hogy nem feltétlenül a lakossággal korrekt dolgok is folynak itt a vasútépítés kapcsán. Nyilván ugye a kisajátítás az nem egy új keletű dolog, ha valaki nézte a Szomszédokat, a Szomszédok első része is így kezdődött, hogy a Lenke nénék költöztek, hiszen a M0-ásnak az építése kapcsán menniük kellett, és így kerültek be a lakótelepre.
Tehát ugye egy kérdés azért felmerül bennem ilyenkor, hogy mennyire emberséges az, hogy mondjuk egy 60-70 éves néni vagy házaspár, akik vért, verejtéket nem sajnáltak azért, hogy mondjuk megteremtsék az otthonukat, a házukat, és mondjuk beköltöztek Soroksárra a vasút mellé, és most egyszerűen csak kisajátítják a házukat, és lehet, hogy kompenzálják őket, de egy ilyen korban azért egy ilyen költözés, egy ilyen váltás igenis meg tudja terhelni a szervezetet, illetve az embernek a, hát hogy mondjam, azért ennyi éves korban én is, mert a saját nagyanyám is ilyen, szeretne már ott elbúcsúzni a földi léttől, ahol azért az elmúlt 20-30-40 évben élt, és megteremtették saját maguknak azt a környezetet. Szóval mennek ezek a dolgok, és sajnos ezek nagyon-nagyon szomorú dolgok. Ugye a kisajátításra meg azt mondják, hogy hát lehet, hogy neki szomorú, de hát ugye ez közérdek. Tehát közérdek, hogy a vasút fejlődjön, és ebben van igazság, csak én igazából, ha én lennék az egyik szenvedő áldozata, szarnék rá a közérdekre. A másik pedig, hogyha már ennek meg kell történnie, akkor történjen meg az korrektül, és fizessék ki időben az embereket, tájékoztassák az embereket. Sajnos pont ez az, ami nem történik meg, és ha valamire lehet azt mondani, hogy szégyeljék magukat a kivitelezői oldalról, akkor ez, hogy a lakossággal nem bánnak korrektül. Én ezt nem egy, nem kettő, hanem nagyon-nagyon sok embertől olvastam ebben a csoportban. Úgyhogy azért ilyen módon sajnálom ezt az egészet. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, mindenképpen iratkozzatok fel, lájkoljátok, és hogyha tehetitek, támogassátok a munkámat lent a Patreonon vagy a PayPalon. Legyetek jók, sziasztok!